Üdv szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan készülj fel a videós állásinterjúra. Nos, sokan tudjátok rólam, hogy az angol tanítás mellett állásinterjú felkészítéssel is foglalkozom, és a magyar vagy az angol nyelvű videós állásinterjú eddig is egy nagyon kedvelt és gyakori eszköze volt a kiválasztási folyamatnak, de én biztos vagyok benne, hogy a járvány miatt mostantól fogva ez lesz a mérvadó, és még inkább elterjed ez a forma mind a magyar, mind a multinacionális cégeknél. A videós interjú nagyon egyszerűnek tűnik, nem igaz? Nem kell kiöltözni, nem kell elutazni sehova, egyszerűen otthon a kényelmes foteledből válaszolgathatsz a kérdésekre. Azonban, ha nem készülsz fel rendesen, a videós interjút sokkal könnyebben és gyorsabban elszúrhatod, mint egy személyes interjút. A háttérzaj, a cég hiányos ismerete, a kérdésekre adott rossz válasz, mondjuk egy félreértés miatt adott rossz válasz, mind-mind drasztikusan csökkentheti az esélyedet arra, hogy megkapd a várt pozíciót. Még az interjú előtt nagyon fontos, hogy te határozd meg a hívás időpontját, olyan időpontot javasolj, amikor lehetőleg egyedül vagy otthon, és kizárólag csak az interjúra tudsz koncentrálni. A feladat lényegében ugyanaz, nem változott semmit, meg kell győznöd a képernyő másik végén ülő szakembert, hogy te vagy a legalkalmasabb jelölt. És akkor nézzük a taktikai lépéseket. Első lépés, zárd ki a zavaró tényezőket. Tehát, ahogy az előbb mondtam, a videós interjúra egy csendes, nyugodt helyen kerüljön sor, ahol semmi sem vonja el a figyelmedet. A szobában legyél ilyenkor egyedül, a többi családtag menjen sétálni, a kutya meg a macska legyen kizárva egy másik szobába. Második számú lépés, legyen kéznél az életrajzod. Tehát az interjú alatt legyen előtted az életrajz és az összes olyan dokumentum, amit korábban elküldtél az interjúztatónak. Ha belekérdezne valamibe, mondjuk egy évszámba, egy tréning nevébe, akkor ne kelljen ezen gondolkodnod, hanem azonnal és rögtön tudjál válaszolni és pontosítani. Harmadik számú lépés, legyen kéznél toll és papír. Elképzelhető, hogy az interjú során le kell valamit írnod, vagy le kell valamit jegyzetelned, és tudnod kell, hogy ez egy nagyon felfokozott vizsgahelyzetre hasonlít. Nagyon könnyű elfelejteni az interjú után, hogy mibe maradtatok, mit kell elküldened, milyen e-mail címre, hova kell menned mondjuk a későbbiekben, úgyhogy mindig legyen a kezed ügyében toll és papír, hogy le tud írni ezeket az információkat. Negyedik számú lépés, legyen a közeledben egy pohár víz. Nos, ez olyan banális dolognak tűnik, de nincs rosszabb, amikor a legfontosabb kérdés közben elkezd kaparni a tolkod, és elkezdesz köhögni. Úgyhogy ezt elkerülendő, legyen a kezed ügyében egy pohár víz, hogy szükség esetén inni tudj néhány korty vizet. Ötödik számú lépés, beszélj lassan. Nos, a videós interjú alatt sokkal nehezebb odafigyelni, mint egy személyesnél, pláne ha angol nyelven kérdezgetnek tőled. Ezért légy biztos abban, hogy tisztán és világosan érted a kérdéseket. Ha nem vagy biztos egy dologban, akkor nyugodtan kérdezz vissza. Amikor válaszolsz, akkor pedig lassan és tagoltan beszélj, hogy minden egyes válaszod érthető legyen. Teljesen rendben van, hogyha vársz néhány másodpercet, és átgondolod az adott kérdésre adandó választ. Hatodik számú lépés, ne felejts el a végén kérdezni. Ugyanazok a szabályok igazak a videós interjún is, mint egy személyes interjún, a jelöltek többsége azonban a videós állásinterjú végén örül és felszabadult, hogy túl van az egészen. De ne felejtsd el, hogy itt is te is feltehetsz kérdéseket a vállalatról vagy a pozíciódról,
Írj fel magadnak kérdéseket még az interjú előtt, és ha lehetőséget nyílik, akkor tedd fel ezeket a kérdéseket az interjúztatónak. És az utolsó, azaz a hetedik lépés, amit az emberek 99%-a elfelejt, írj egy köszönő levelet. A videós interjú után írj egy e-mailt az interjúztatónak, amelyben megköszönöd a lehetőséget, ha esetleg valamilyen kérdésre rossz választ adtál, akkor itt ezt még korrigálhatod, és esetleg jelezheted, hogy nagyon szívesen részt vennél egy személyes állásinterjún is. Nos, remélem, hogy hasznosnak találtad ezeket a lépéseket. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaidnak és ismerőseidnek, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Viszlát legközelebb!